Gyöngyösön nyitotta meg az évet a kamara. 102 millió a gyöngyösi kórháznak kasszasöprésből. A hallgatókat segíteni a főiskola a reform kapcsán. Jó estét kívánok, ez az aktuális január 9-én szerdán, jönnek híreink részletesen. Sikertelen volt a magyar felzárkóztatási politika, ezért a következő ciklusban hatékonyabb forrás felhasználással lesz szükség. Ezt Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mondta a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján Gyöngyösön a Mátra Múzeumban. Nehéz év vár a magyar gazdaságra, de 2013 könnyebbnek ígérkezik, mint az előző esztendő, mondta a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján Parrag László, a szervezet országos elnöke. A külpiacok azok nagyon enyhén növekszenek csak, és ezt a növekedési előrejelzést folyamatosan veszik vissza, például Németország esetében is. A belső fogyasztás bővülésével nem számolhatunk. Nem tudjuk, hogy a többletjövedelmet mire fogja felhasználni, főleg a középréteg, hogy megtakarít továbbra is, vagy már elkezd belőle fogyasztani. Parrag László szerint a magyar felzárkóztatási politika nem volt sikeres, ezért a következő Európai Uniós költségvetési ciklusban átgondoltabban kell felhasználni a forrásokat. Osztja ezt a vélekedést Balázs József országgyűlési képviselő is, aki szerint az infrastruktúra fejlesztésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Sokkal több közlekedés fejlesztési pénzt kell megjelölnie a források között a régió fejlesztésére a régiónak, hiszen fejlett úthálózat nélkül a legjobb ötletek is zsákutcába kerülhetnek. Bánhidi Péter, a Kamara Heves megyei elnöke az idei év feladatai közül a kis- és középvállalkozások támogatását emelte ki. Kulcskérdés az, hogy a kis- és középvállalkozásokat hogy tudjuk helyzetbe hozni, erősíteni, és nagyon fontos, ha még egy területet kiemelek, a szakképzés-oktatás helyzete. A kamara évnyitóján adták át a Gyöngyösváros gazdaságáért kitüntetéseket is, amelyet idén is három kategóriában adott át Faragó László polgármester. A nagyvállalatok közül idén a Schneider Electric Kft. Kapta a díjat, amely további beruházásokat tervez a városban. Eddig is jelentős beruházásokat hajtottunk végre Gyöngyösön. A következő években ezeket szeretnénk folytatni. Új termékeket tervezünk bevezetni, hogy növelhessük a kapacitásunkat és a teljesítményünket. A kapcsolók gyártásáról a nagy teljesítményű vezetősinek előállítására álltunk át, az ezekhez kapcsolódó termékek behozatalát is tervezünk a következő években. Gyöngyösváros gazdaságáért kitüntetést vehetett át a rendezvényen Dér Nándor, a Dér és Társa Kft. Ügyvezető igazgatója, valamint Matalik Árpád egyéni vállalkozó, de a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara által odaítélt kitüntetések közül is jó néhány talált gazdára gyöngyösi vállalkozásoknál. Több mint 100 millió forintot kapott a Bugát Pál Kórház az egészségügyi kormányzattól az elmúlt év pénzmaradványából. Az intézmény az összeget a lejárt beszállítói tartozások rendezésére fordítja. 102 millió forint. Ez az összeg a Bugát Pál Kórház félhavi finanszírozását fedezi. Évvégén a kormány ennyi plusz forrást ítélt meg két egészségügyi plusz keretből a gyöngyösi kórháznak. Az egészségügyi kasszában 27 milliárd forint évvégi maradvány maradt meg, és ezt osztotta fel az egészségügyi kormányzat olyan alapon, hogy egy-egy kórház, egy-egy fekvőbeteg ellátó intézmény milyen teljesítményt produkált, tehát milyen betegellátási arányokat ért el, tehát mennyien forultak meg egy-egy kórházban. A képviselő hozzátette, a számok tükrében a gyöngyösi kórház a legjobban teljesítők között van. A kormány döntést követően a pénz már meg is érkezett az intézmény számlájára, ami szabadon használható fel a kórház vezetőinek döntése alapján. 102 millió forintot kaptunk a kasszamaradványból, és gyakorlatilag, mint minden évben, ezt az összeget a lejárt szállítói tartozásállományunk rendezésére fogjuk fordítani. A beszállítói tartozások nagyobbik részének rendezésével a kórház likviditási helyzete jelentősen javulni fog. Nem a gyöngyösi kórház az egyetlen, amely kapott a pluszforrásból, összesen 462 egészségügyi intézménynek jutott. A megyében 60, közel 123 millió, Eger pedig 420 millió forintot kapott.
Bizonytalan jogi környezetben vette át a Károly Róbert főiskola irányítását Helgertné dr. Szabó Ilona. A január 7-én munkába állt új rektor keddi műsorunkban azt mondta, konkrétumok ismerete nélkül készülnek az új évre, miközben megpróbálják enyhíteni a hallgatók anyagi terheit. Helgertné dr. Szabó Ilonát január 1-jével nevezték ki a Károly Róbert főiskola rektorává. Az új vezető néhány nappal ezelőtt, január 7-én kezdte meg a munkát. Helgertné Fórum című műsorunkban azt mondta, az intézmény 4 éves tervvel rendelkezik, amit még a korábbi rektorral, dr. Magda Sándorral dolgoztak ki, így a jövőben ennek végrehajtása lesz majd a legfontosabb feladata. Ugyanakkor a készülő felsőoktatási reform bizonytalan helyzetet teremt, egyelőre még a felvételi rendszer változásairól is csak keveset tudnak. Mi egyelőre azzal kalkulálunk, hogy ami a jelenlegi helyzet, hogy ezek maradnak költségtérítéses képzések, és azon dolgozunk, hogy minél több módon tudjuk támogatni a továbbtanuló diákokat, ösztöndíj lehetőségek feltárásával, különböző ösztöndíjak létesítésével, és egyéb más jövedelemszerzési lehetőségek biztosításával. Bizonytalan a gazdasági környezet is. A Károly Róbert főiskola helyzete azonban ma stabilnak tűnik. Mi úgy indultunk el ezzel az évvel, hogy az akkori mostani körülmények között látjuk természetesen az év végét. De olyan gyorsan változhatnak feltételek, hogy nyilvánvalóan ez a reményünk és bizakodásunk és a jelenlegi rálátásunk ezt mutatja. Bízunk benne, hogy ez így is marad, mi több inkább javulni fog. A felsőoktatás reformjával kapcsolatos egyeztetések még most is zajlanak. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere péntek délelőtt folytatja a tárgyalást a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségével. Nem találtak kirívó szabálytalanságot az ellenőrök a karácsonyi ellenőrzések során. A megyében csupán egyetlen esetben indítottak eljárást egy nem hitelesített mérleg miatt. Az ellenőrök a hiányosságok és a jogsértések számának csökkenését tapasztalták az előző évhez képest. Ünnepek előtt a legtöbben nagy bevásárlással készülődtek a karácsonyra. A vevők érdekében az ünnepek előtt és alatt is folyamatos ellenőrzéseket tartott a fogyasztóvédelem. A hatóság emberei áruházláncokban, húsüzletekben, vásárcsarnokokban végeztek ellenőrzéseket. Az ellenőrök a gyöngyösi piacon is megjelentek. Gyöngyösön a piaci árusok tevékenységének az ellenőrzésére került sor, hiányosságot nem kellett itt megállapítanunk. A tapasztalatok szerint a fogyasztóvédelmi jogsértéseknek a száma az előző évekhez képest is csökkenést mutat. Árfeltüntetés, nyugta átadása és az áruk kimérése is rendben volt a legtöbb esetben. Ezeket leginkább a piacokon ellenőrizték. A fogyasztóvédelmi hatóság pozitívan értékelte az ünnepek alatti ellenőrzéseket. Fogyasztóvédelmi eljárást egyetlen esetben indítottak egy nem hitelesített mérleg miatt. Árokba borult egy autó ma délután Mátrafüred és Mátraháza között, tájékoztatta televíziónkat Antal Erika, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Úgy tudjuk, a baleset során egy személy sérült meg, az anyagi kár jelentős. A helyszínelés idején rövid ideig teljes útzár, majd félpályás útlezárás volt érvényben. Idén a tavainál rövidebb ideig tart zárva a gyöngyösi strand a karbantartási munkák miatt. Jövő hétfőtől ismét várja az úszni vágyókat az intézmény. A 2013-as év számos változást is hoz, fejleszteni, korszerűsíteni szeretnének az üzemeltetők, akik azt is elmondták, várhatóan kisebb mértékben emelkednek majd a jegyárak az idei esztendőben. Karbantartási munkálatok miatt ismét bezárt a strand egy kis időre. Az ügyvezető azt mondja, a hatóságok által előírt szüneteltetés rövidebb lesz, mint az elmúlt évi. Január 14-én hétfőn már újra birtokba lehet venni a strandot. Az 50 méteres medence téli álmát alussza. Gyakorlatilag bent komoly munka folyik, minden medencébe le van engedve a víz, és különböző fertőtlenítő eljárásokat végeznek a kollégáim. Illetve hát majd, amikor újra felengedjük a vizet, akkor a vízminőségbeállításokkal fognak foglalkozni, és a hozzátartozó kiszolgáló épületegységi részeket is természetesen ilyenkor egy olyan tisztasági festéssel, karbantartással látjuk el, ami nagy eséllyel kitart mondjuk egy évig. Juhász Péter, az uszodát üzemeltető cég vezetője elmondta, ez az esztendő is számos változást hoz. Szeretnénk egyfajta energiaracionalizáció céllal egy pályázaton elindulni, illetve egy olyan
eszközt beépíteni a strandra, amivel azért gazdasági szempontból jelentős megtakarításokat tudunk eredményezni, és esetleg az így megtakarított pénzekből a strandot tovább fejleszteni apróságokkal. Az idei tervek között szerepel a gyermekmedence fejlesztése, a csúszda lecserélése és a wellness részleg korszerűsítése is. 2013-tól némi áremelkedésre is számíthatnak a strandra érkezők. A normál napi belépődíjak minimálisan 150 forinttal drágulnak majd. Február közepéig azonban még éves bérletek is válthatók. A B-Bron Gyöngyös NB1-es férfi csapatát a Magyar Kupában a legjobb négy közrejutásért vívandó mérkőzésen a Pixeget gárdájával sorsolták össze. Az oda-visszavágos mérkőzés első állomása még a februári bajnoki rajt előtt lesz. Nagy Károly vezetőedző ezt az ellenfelet szívesen elcserélte volna a küzdemsorozat ezen fázisában. Bíztam abban, hogy ez a január ez olyan fordulatot hoz, hogy most már szerencsések leszünk, hogy most a sorsolásnál is szerencsések leszünk. Hát nem lettünk szerencsések. Az a baj, hogy nem szeretek ilyeneket mondani, meg edző vagyok, nem is szabadna ilyeneket mondani. Nem vagyunk abban a helyzetben, nincs olyan játékos anyagom, hogy én két meccsel le tudjam győzni a Szegedet. Ha egy meccs lenne, és itthon lennénk, és őnek is, hogy most a válogatottból jönnek vissza a játékosai, ott még látnék valami sanszot, de így két meccsen nem látok. Vagyis ezt a meccseket is inkább a felkészülésbe fogjuk felhasználni. Sándor Ákos a Magyar Kupával kapcsolatban elmondta, fontos a tisztességes helytállás, de a bajnoki szereplés előrébb került az eredményességi rangsorban. A Magyar Kupát azt egy jó állomáspontnak tekintjük idézőjelbe, hogy persze megpróbáljunk helytállni, nem mi vagyunk az esélyesek, de ez egy jó felkészülés nekünk a bajnokságra, ami még vár ránk. A hírek szerint a gyöngyösi klub vezetői tárgyalnak a szegediekkel, hogy az első mérkőzés Gyöngyösön kerüljön megrendezésre. A találkozó kijelölt időpontja január 30-a szerda. A januártól bevezetett tranzakciós adó következtében akár több ezer forinttal is emelkedhetnek a banki költségek. Még az eddig 0 forintos tranzakciós díjat ígérő bankok többsége is az ügyfelekre terheli a megnőtt terheit. Sok intézetnél még az eddig ingyenes kártyás fizetések után is díjat számítanak majd fel. A rezsidíjak után a kenyér áfájának csökkentését várják a kormánytól. A kenyér árának minimum 20%-os emelését kezdeményezi a Pékszövetség még januárban, miközben a piac szereplői nem tartanak indokoltnak ilyen mértékű drágulást. Sokan azt remélik, a kormány csökkenti a kenyér áfáját. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 395, a MOL 18.315, az OTP 4.311, a Richter 37.685, a TVK pedig 1710 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 18.824 ponton zárt, ez a tegnapi záróértékéhez képest 174 pontos emelkedést jelent. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Nehéz év lesz 2013 a magyar gazdaság számára, mondta a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara gyöngyösi évnyitóján a szervezet országos elnöke. 102 millió forintot kapott a gyöngyösi Bugát Pál kórház a tavalyi pénzmaradványból. Bizonytalan a főiskola helyzete a felsőoktatási reform miatt, Gyöngyösön a hallgatókat segítenék. Pozitív tapasztalatokkal zárult a karácsonyi fogyasztóvédelmi ellenőrzés. Idén a tavainál rövidebb ideig tart zárva a gyöngyösi strand a karbantartási munkák miatt. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, aktuális természetesen holnap is lesz majd a szokott időpontban. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!